Szeretettel köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Elfogadta a Hargita megye tanácsa a 2014-es költségvetését. Erről fogunk beszélgetni a stúdióban Borbély Csabával, Hargita megye tanácsának elnökével. Tartalmas időtöltést kívánok! A stúdióban Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. Jó napot kívánok! Az idei költségvetésről fogunk beszélgetni. Milyen az idei költségvetés mondjuk a tavalyihoz képest? Hát sajnos az ország gazdasága rosszabbul teljesített, és rosszabbul fog teljesíteni, úgy néz ki erre az évre, hisz az előrejelzések alapján legalábbis azok a források, pénzek, amiből a helyi megyei tanácsok gazdálkodhatnak a visszaosztásból, tehát az áruforgalmi adóból, illetve a személyi jövedelem adóból, azoknak az értéke csökken. Tehát Hargita megye esetében is 87%-os pénzzel számoltunk a településeknek a visszaosztott pénzek tekintetében a múlt évhez képest. És hát a saját költségvetésünk tekintetében, habár a saját költségvetésünk nőni fog az elmúlt évhez képest, de ez a növekedés nem a nagyobb helyi adóbefizetésnek, vagy nem a kormányzati források nagyobb léptékének tulajdonítható, hanem a megyei tanács által megnyert uniós pályázatoknak. Tehát azt tudom mondani, hogy a pénzeink nőnek, de célirányosan nőnek, ami azt jelenti, hogy a célirányos uniós fejlesztési pénzhez az önrész biztosítására, az el nem számolható részeknek a biztosítására, az áruforgalmi adóra, vagyis a tevéjárának való biztosítása miatt, ezért abból a kicsiből el kell vegyünk máshonnan is, saját intézményeinktől, saját programjainktól, hogy tudjuk ezeket az uniós fejlesztéseket végrehajtani, és ilyen tekintetben egy elég nehéz év lesz a 2014-es év. Minél kisebb a pénz, minél nagyobb szükség van rá, annál inkább olyan döntést kell hozni, amelyet mindenki fel tud vállalni, és mindenki látja a helyét abban a rendszerben. Nagyon kevés olyan megyei tanács van, mint a Hargita megye tanács, amely pályázati rendszeren keresztül pályáztatja a polgármestereket, a helyi közösséget, hisz a polgármesteri hivatalokon keresztül a papok, az iskolai igazgatók, a tűzoltók, a civilek, az orvosok, bárki pályázhatott hozzánk fejlesztésekre, és ilyen szempontból talán nem tudom, még van-e rajtunk kívül más ebben az országban, amelyik űrlappal, módszertannal, a megyei tanács oldalán ellenőrizhetően pályáztattunk. Azon kívül a pályázatok beadása előtt egyeztettünk minden térség polgármesterével, külön-külön térségenként, és átbeszéltük. És igazából a rendszer az volt, és arrafelé próbáltunk elmenni, hogy a legfontosabb, legszükségesebb és a közös erőfeszítéssel megvalósítható fejlesztésekre osszunk vissza pénzt a településekre. Tudom jól, hogy sok megyében ez úgy zajlik a visszaosztás, hogy a megyei tanács elnöke, hogy gondolja, mit tudom, a 67 közigazgatási egységből melyik 20-nak ad pénzt, és a többit elfelejti, mert nem rászavazott, vagy ott nem az ő pártjából van a polgármester. Hargita megyében ez nem így van. Mind a 67 közigazgatási egység, amelyhez tartozik 230 település falu összességében, részesült forrásból, és egy kiegyenlített, és az év folyamán még további megyei tanácsi beruházások, fejlesztéseket is figyelembe vevő elképzelést fogadtunk el, és ilyen tekintetben azt néztük meg, mi az, amit meg lehet csinálni összefogásban. Úgyhogy ilyen tekintetben ez az ezévi költségvetésünk egy nagyon nehéz költségvetés lesz, de egy olyan, amivel bárkivel szembe lehet nézni, és nincs ebben a megyében olyan térség, olyan község, olyan város, ahol valamilyen szempontból a fejlesztést, a fejlődést ne segítene Hargita megye tanácsa, még hogyha egy nehéz évre is nézünk elébe. Mennyire értik a polgármesterek azt, hogy ez egy nehéz év lesz megint? És itt arra gondolok, hogy ön többször nyilatkozta, hogy elvárja, hogy a polgármesterek megértsék, hogy egymáson segítsenek, vagy egymás érdekében esetleg egy kicsit lemondjanak, vagy türelmesebbek legyenek. Tehát mennyire értik a polgármesterek azt, hogy most egy nehéz év következik? Jó polgármestereink vannak. Hargita megyének jó polgármesterei vannak, és ez már látható volt a pályázatoknak a benyújtásából is. Tehát nagyon elvétve volt olyan túligény, és ugye, hogy most mondjam el, mi volt esetleg, mi lehetett volna egy negatív magatartás, hogy valaki minden bajára, gondjára kér a megyei tanástól pénzt, és akkor, mit tudom én, átlagban egy olyan 50-től 100 ezer eurót tudott visszaosztani a megyei tanács egy-egy településnek, és valaki azért, hogy otthon tudja megmagyarázni, hogy esetleg miért nem csinál semmit, akkor két volna ennek az összegnek a tízszeresét, húszszorosát, százszorosát, különböző gondokra, problémák, és akkor mondja, hogy hát, mutogat a megyei tanács felé, hogy hát a megyei tanács miatt nem. Ehhez képest nagyon visszafogott, sőt, nagyon reális pályázatok érkeztek,
És ezt azért lehetett így megcsinálni, mert egyszerre beszéltük át a többi fejlesztési lehetőséget is. Tehát a megyei tanács visszaosztott pénzje esetleg ment egy községben valamilyen értékben, de hogyha tudjuk, hogy abban a községnek valamelyik falujában vizet fogunk vezetni a megyei tanács pénzén, vagy villanyt fogunk vezetni, vagy a csatornahálózatot, vagy az útrendszert kormánypénzből, amit ugyancsak a megyei tanács kezel, fogjuk javítani, vagy ne talán az iskolát fogjuk, ugye az építését fogjuk folytatni, és lehetne sorolni még azokat a kisebb-nagyobb fejlesztéseket, amelyeket egy-egy településen végre fogunk hajtani, hogyha összevetjük azzal, amit sikerült a múlt héten szombaton Agyagfalván leosztanunk, akkor azt gondolom, hogy egy igazságos döntés született. Egy igazságos döntés egy nehéz helyzetben. Persze most a saját költségetünk visszaosztásánál újabb erőfeszítéseket kell tegyünk azért, hogy azt a kicsit, ami a saját pénzünk, jól elosszuk, és az életnek számos területe tudjon haladni, fejlődni a továbbiakban is. Milyen prioritások alapján döntöttek a költségvetés elosztásakor is? Itt arra gondolok, hogy vannak-e programok, amiről le kell esetleg mondani, tudnak-e folytatni programokat? Hogyan döntöttek? Hát a visszaosztásnál kiemelt prioritás volt a Kaláka programoknak a folytatása, és az ki lett egészítve az iskolák mellett, óvodák mellett, az orvosi rendelőkkel, a kis helyi működésképtelen művelési házakkal, kultúrotthonokkal, és azon kívül kiemelten kezeltük a helyi tűzoltók igényeit, úgyhogy ilyen szempontból van egy többes fő prioritás a helyi visszaosztásnál. Persze igyekeztünk hozzájárulni az uniós pályázatok önrészeihez a településeknek, és hát azokhoz a helyi fejlesztési igényekhez, amelyekkel valamit rendbe lehet tenni, vagy el lehet indítani. A megyei tanács saját pénzén azt kell elmondjam, hogy csökkenésekre kell számítani. Tehát a legtöbb pályázati kiírásunk, a több pályázati programunk, saját rendezésű tevékenységünknél csökkentsük az összegeket, csökkentsük a tagdíjainkat is. Tehát ilyen szempontból ez lesz egy negatív hozadéka, hisz nagyon sokan a megyei tanácsi támogatásra számítanak. Ugyanakkor kellett csökkentsük az alárendelt intézményeinknek is a költségvetését, tehát mindegyik intézményünknek a költségvetése csökkent a múlt évhez képest, ami azt jelenti, hogy kevesebből kell gazdálkodni, ugyanazt a célt el kell érni, mint a tavaly, vagy akár többet is, hisz másképp nem tudnánk fenntartani az intézményt, másképp nem tudnánk biztosítani azokat a szolgáltatásokat, amelyeket meg kell lépnünk, meg kell tegyünk. Tehát lesznek új, kisebb vagy nagyobb programjaink, ellenben minden, amire szerettünk volna fordítani pénzt, azt nem tudjuk megtenni, csak annak egy töredékét, és akkor ilyenkor is szokott lenni, hát honnan vágjunk a saját magunk részéből, tehát úgymond a hivatal részéből, tehát a hivatalainkra fordított pénzt, fejlesztési pénzeket vágtuk el, és inkább azt mondjuk, hogy ezekből a pénzekből még próbáljunk utakot fejleszteni, beruházásokat megvalósítani, a kórházainkat befejezni. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit keserű lesz ez az év, de hát abban bízunk, hogy az év folyamán újabb uniós pályázatokat megpályázva, illetve az uniós pályázatainkat önrészét finanszírozni alkalmas hitelkonstrukcióval ki tudunk váltani annyi pénzt, amivel akár amiről most lemondunk az év elején, az év folyamán visszatehetjük a helyre. Tehát én azt tudom mondani a kedves tévénéznek, hogy hát az év végén számoljunk majd. Most az év eleje nagyon keserű, nagyon vékony, nagyon lehetetlen, de én bízom benne az év folyamán ezeket a hiányokat, szűkítéseket, elvonásokat, elvevéseket tudjuk pótolni. A Kaláka programban milyen intézményeket céloztak meg? Ahogy mondtam az előbb is, tehát az iskolák, kultúrotthonok, orvosi rendelők mindenféleképpen kiemelt prioritást élveznek, és amellett azért odafigyeltünk azokra a visszaosztásokra is, hogy amikor valaki azt mondta, hogy hát Kalákában építi meg esetleg az útját, vagyis a közbirtokosság a helyi kőbányájából hozza a követ, használják a vállalkozók autóit, de csak vesznek nem tudom hány köbméter aszfaltot a tetejére ráhúzni, akkor az ilyeneket, elképzeléseket támogattuk. Tehát igazából, ahol van közösségi összefogás, azt ugye örökké Kalákának nevezhetjük, és ilyen tekintetben, ilyen szempont szerint azt gondolom ebben a megyében nagyon sok és egyre több olyan beruházás fog megvalósulni, amely saját erőből készül el többségében. A megyei tanács hozzájárulása egy kicsi szelet lesz, és én azt tudom mondani, hogy ez igazából a jövő,
hogy a saját erőből, önerőből építkező Hargita megyeként próbáljunk odafigyelni arra, hogy azért vannak lehetőségeink, ha egymásra figyelünk és egymás kezébe adjuk a lehetőségeket, és azokat összehúzzuk valamilyen irányban, akkor bukaresti pénz nélkül is, vagy akár brüsszeli pénz nélkül is meg lehet oldani gondokat. A fejkvótás támogatás sok kisiskolát veszélybe sodor. Jelent ez Hargita megyében gondot, illetve költségvetés kapcsán kerül erre megoldás? Pont egy pár napja meghívtak és találkozhattam az iskolák igazgatóival, főkönyvelőivel. Előtte egyeztettünk ebben a témakörben a polgármesterekkel is. Egyértelmű az álláspontunk, legalábbis a Hargita megye tanácsának az álláspontja. Nem értünk egyet az iskolák bezárásával, nem értünk egyet az osztályok összevonásával. És szeretnénk, hogyha a miniszter úrnak fel tudnánk hívni a figyelmét a Hargita megyei sajátos helyzetre. Szeretnénk, hogyha azt a lehetetlen állapotot, ami itt van, akár a magyar nyelv tanításának a nem teljes mértékű kifizetése, tehát hiányos kifizetése miatt, vagy akár a kis létszámú román osztályok miatt is. Van egy sor-sor dolog, ami miatt, ami mentén igenis nekünk több pénzre van szükségünk Hargita megyének, mint más megyének, mert specifikus megye vagyunk. És ilyen tekintetben úgy látom, hogy a prefektus úrral is, de hát az iskolák vezetőivel is, és a tanfigyelőséggel is egy hullámhosszon vagyunk a tekintetben, hogy kell azért dolgozni, kell azért lobbizni, kell azért érvelni, hogy ősztől ne vezessenek be olyan döntéseket, amely egy falunak, egy községnek az életét felszámolja. Természetesen ott, ahol helye van a normalizálásnak, azt el kell végezni. Tudok én is olyan helyeket, ahol egy tanügyi káder, egy pedagógus 2,5 katedrát visz magával, tehát ki lehet számolni, akkor egyszerűen mikor van ideje megtartani ennyi órát, ezt meg kell nézni, hogy van, vagy azt is meg kell nézni, hogy mi a kiszolgáló személyzetnek a helyzete, hisz a polgármesterekkel egyeztetve nagyon sok településen össze lehetne egyeztetni az iskola kiszolgáló személyzetét, a könyvelőtől lefelé mindenkit a hivatal kiszolgáló személyzetével lehet, hogy ott lehetne spórolni. Ugyancsak meg kell nézni azt is, hogy van-e értelme annak, hogy felduzzasztott létszámú osztályokat indítsanak a városok, míg a város környéki községekben alacsony létszámú, hiányos létszámú osztályokkal küszködnek forrás hiánya. Meg lehet nézni a szakképzésnek a gondjait is, a divatszakmáknak le kell építsük a fejekben, hogy igazából sok olyan szakképzésünk van középiskolás szinten, amire ma már nincs szükség, tehát diplomás munkanélkülivé válik, vagy nem is diplomás, hanem egy papíros munkanélkülivé válik, mert ezek a fiatalok, akik ezek a divat szakmákra, hogy turizmus, környezetvédelem, könyvelőség, még ilyet is hallottam Udvarhelyen, hogy rendezvényszervezés. Csíkban egy rendezvényszervező cég volt, és ahogy láttam, az is bebukott, tehát nem tudom, mit lehet csinálni évi 30 végzett rendezvényszervezővel, de ezek a fiatalok érettségi út nem tudják letenni, tehát igazából még érettségük se lesz. Potyára egy szakképzésben részt vesznek, amire végül nem kapnak megfelelő elismerést, és elég nagy hiányosságai vannak a Hargita megyei oktatási rendszernek, úgy általában az egész országnak, mert nincs egy jó stratégia, hanem úgy, ahogy volt az elmúlt évben, úgy mint egy nagy elszabadult hajó megy az előre az egész, és ilyen szempontból azt gondolom van helye a racionalizálásnak, és mi azt ajánlottuk fel a megyei tanács részéről, hogy ebben segítünk. Sőt, mi több, hogyha valahol netalán be kell zárni egy kisiskolát vagy egy óvodát, egyeztettünk az egyházainkkal, fontosnak tartanánk, hogy akár egyházi oktatásként induljon ott újra, vagy folytatódjon a tanítás. Mi ragaszkodnánk ahhoz, és szeretnénk azt, hogy a gyerekek otthon járjanak iskolában, és ehhez sokan sokat kell változzanak, sokan sokat kell tegyenek. Röviden. Uniós pályázatok ideális esetben már kellene tudni, hogy mire lehet pályázni. Tehát egy jól működő országban már most lehetne tudni. Ezzel szemben Romániában mi a helyzet? Hargita megye tanácsa mire készül? Hát igazából azt kell látni, hogy folyik a vita az Unió és Románia között, és még nem tudjuk konkrétan, mire lehet konkrétan pályázni. Mindenféleképpen vannak előkészített terveink az útjainkra, a hídjainkra, tehát azok megvannak. Abban a pillanatban, hogy meghirdetik és tudjuk a feltételeket, a kritériumokat, akkor azokkal az útjainkkal fogunk pályázni Hargita megye tanácsa részéről. Amellett pedig igyekszünk figyelni, követni, még milyen egyéb kiírások, milyen egyéb hírek hallatszódnak, és én bízom benne, hogy ahogy lesznek konkrétumok, akkor megint nagyon sok uniós pályázatunk kerül benyújtásra,
hisz ahogy mondtam most is, a költségvetésünket nagyon felnyomják a megnyert pályázatok. Pont a tegnap voltam Bukarestbe, és az informatikai minisztérium államtitkárával kettő szerződést írtam alá, támogatási szerződést, amelyik egyenként 1-1 millió eurót jelent a megyének és a megyénk 30 településének. Úgyhogy vannak ilyen lépéseink, és szeretnénk, hogy minél hamarabb tudjunk az új kiírásokra is pályázni. Hogy működik egy ilyen pályázati rendszer, amikor még azt sem lehet tudni, hogy mire lehet pályázni? Tehát, hogy mégis milyen irányban készítenek terveket, vagy tanulmányokat, vagy mi az, amivel készülnek ilyenkor? Többségében előtanulmányokat készítünk, és annak a függvényében, hogy a kiírás mit fog tartalmazni, akkor a részletes terveket utána készítessük el. Tehát az előtanulmányok, a tanulmányok, azok az alapakták, amelyek nem tartalmaznak részleteket, tehát nem részletességében kezelnek egy ügyet, egy problémát, és ilyen tekintetben van egy jó pár ilyen tervünk, elképzelésünk, és hát természetesen, hogy ahogy látjuk a lehetőséget, akkor melléjük rendelünk forrást, hogy részletezésre kerüljenek, de ezt kell lássuk a kiírásokat. És még mindig az uniós pályázatoknál maradva mindig lehet hallani, hogy Románia más Európai Uniós országokhoz képest sokkal kevesebb összeget hív le. Hogy látja ön, hogy a polgármesterek, a települések fel vannak-e készülve, elő tudják-e teremteni az önrészt, tudnak-e pályázni, vagy 4 év múlva megint ugyanezt fogjuk elmondani? Hát igazából késésben voltunk, tehát 2007-ben Hargita megye elkésett, és igazából 2009-re indult be a nagy gép, úgyhogy 2009-től nagyon sok pályázatunk van, és ha a közigazgatási egységet nézzük, és a lakosság számot, akkor a központi régióban, országos szinten is nagyon elő vagyunk, akár Dobogóshelyen, Hargita megye a leadott pályázatok tekintetében. Tehát azt kell megértsük, kedves tévénézők, hogy Romániának a leívható összegét, amit a helyi megyei tanácsok leívhatnak, az el van már költve. Nem itt van a baj, csak sajnos ez az összeg nem több, mint 5%-a, vagy valamivel több, mint 5% az összes uniós pénznek. Tehát a nagy pénzek az útakra, a nagy közvetvédelmi beruházásokra, tehát a vasútakra, stb. A kikötőkre, tehát megvannak azok a nagy-nagy források, amiket nem hívott le az ország, vagy még nem kötött szerződést, és azokról hallhatunk a tévében. Azt, amit a helyi megyei tanácsok leívhattak, akár a községek szintjén a vidékfejlesztési program, vagy akár a megyei tanácsok szintjén a regionális operatív program, ez mind-mind maximálisan ki lehet használva, sőt, sajnos nagyon sok pályázat nem nyert, tehát nyert, de nem kapott finanszírozást, mert a támogatható vonal alá került. Befejezésképpen, hogyha lehetne még röviden beszélni arról, hogy kis víz, kis villany, székely ruhaprogram, székely termék, ezek közül valami az idei költségvetés szűkössége miatt kerül veszélybe? Nem kerül egyik se veszélyben, de lesz egy karcsúsítás. Tehát ez egy gond, ez egy probléma, de bízom benne, hogy az év folyamán, amit karcsúsítunk, azt helyre fogjuk tenni. Tehát én azt tudom mondani, hogyha most arról kell beszéljük, hogy 2014-es év egészében, akkor a válaszom az, hogy nem. De ezen még sokat kell dolgoznunk, hogy így legyen. Költségvetés kiigazítás? Költségvetés kiigazítás igazából tud lenni, amikor nyerünk uniós pályázatot, illetve ha felveszünk hitelt, vagyunk kapunk kormányzati pénzt. Illetve nekünk van egy nagyon fontos költségvetési, úgymond alternatív forrásunk, az a mi közbeszerzésünk. Hargita megye tanácsának a közbeszerzése egyetlen kritériumot használ, a legkisebb ár kritériumát. Persze mellé egy ilyen vastag dossziét kell letenni, hogy nehogy valaki komolytalan, kicsi áron elnyerjen egy munkálatot. És ezért a tervezők megtervezett áraihoz képest az év folyamán rengeteg pénzt megspórolunk, tehát pont ma is volt a Tölgyesi Kórháznak a közbeszerzése, elektronikus online közbeszerzés volt, és a 1,5 millió eurós beruházásból a végén lett 1,3 milliós, tehát 200 000 eurót csak ma megspóroltunk a megyei tanácsnak, csak ma, egy nap alatt 200 000 eurót. És azt gondolom, hogy még sok ilyen döntésünk lesz, hisz mi a közbeszerzéseinket nem titkoljuk, nem tudom milyen cégeknek adjuk oda, hanem több száz cégnek kiküldjük a felhívásainkat, és egy tisztességes versenyt bonyolítunk le, ahol mindenki részt vehet, és akkor a legjobb ár miatt, ahol már nem kell semmi mást úgymond rászámolni, amit mások rászámolnak,
ezért elég sok pénzünk megmarad, és ezt az év folyamán vissza tudjuk forgatni. Tehát lehet, hogy a mai 200 ezer euróból megspóroltuk a kicsi villany, a kicsi víz, a székely ruha és a székely termi programra is azt az összeget, amit esetleg meg akartunk spórolni. Köszönöm szépen! Ez volt a mai aktuális. Köszönöm figyelmüket! Írjanak nekünk e-mailt az infokukac@hargitatv.ro címre. Adásainkat követhetik a hargitatv.ro weboldalon is. Viszontlátásra!